Root for you. Angolul olyan jól hangzik, de a frappáns magyar megfelelője nem jut az eszünkbe rá. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a kerekesszékesek megtalálják a legkönnyebb utat A-ból B-be. A Root for you a világ első olyan útvonal tervezője, amely nekik ebben segít. A heurékát hozzá pedig Vince Zoltán mondta ki először. Ugye a mérés úgy történik, hogy rányomunk egy vastag felvételgombot, azt mondjuk, hogy oké, leteszem az ölembe a telefont, és elindulunk, és innentől méri az útvonalunkat. Vince Zoltán 16 évvel ezelőtt a járását ugyan elveszítette, de az akarat erejét nem. Most éppen a harmadik kerületi belváros térképezi fel a mobiltelefonjával. Az applikáció lényege ugyanis ez. Bárki rögzítheti az útvonalán látottakat. Ez az út, ez narancssárga nekünk, mert ha csak natúr kerekesszékkel megyek, akkor ez iszonyú nehéz. Kiderül hamar az is, hogy kerekesszékes szempontból vajon rossz-e az az utca, vagy éppen olyan jó, mint az alig 200 méterre található okmányiroda, ahol rámpa és akadálymentes illemhely is segíti a sorstársakat. Itt van mellékhelység is, ami nagyon jó. Ez azért is jó egyébként, ha akar megedzem, mert ha kell is ide be lehet ugrani WC-re, egyébként nagyon jó fejek máltal megengedik. Tehát ez ebben az a jó, hogy belvárosban van egy csomó ilyen titkos mozgásterült WC. Nem hiszitek, hogy titkos, hogy van egy rendelő, ami 24 órában nyitva van a Király utcában, és kiderült, hogy van bent WC, és bárkit beengednek így. Tehát az emberek nagyon jó fejek, mindig segíteni akarnak. Ezért csak így a belvárosban itt is ugye jelzem, hogy van WC, és ha valaki erre is rájön valami, akkor nyugodtan bejött, mert be fogják engedni, mert rendesek az emberek nagyon. Hogyha belegondolunk, 60 fölött már mindenki mozgássérült, és ugye nem is beszélünk a kismamákról, meg olyan emberekről, akik ugye nehezebben közlekednek, és ez az applikáció mindegyiküknek segít. És így a szám már nem egy leszűkült kerekesszékes csapatról szól, hanem sokkal nagyobb tömegről, merem mondani, Magyarország 10%-a, a lakosságnak 10%-ára szól, akik ha a dologra többen rákapnak, akkor abszolút működni fog ez a dolog. A Root for You egyfajta társadalmi vállalkozás, amely bevételeket termel, de azt a célra forgatja vissza, hiszen például egy profi webfejlesztés egyetlen szakembertől sem várható el ingyen. Nem beszélve arról, hogy önkéntesek hada segíti már most az utak feltérképezését. Az önkéntesek kemény magjából van olyan is, aki legalább 1000 feltérképezett kilométert adott ajándékba. Rengeteg önkéntes segít nekünk ebben a dologban, remélhetőleg még több fog. És a lényeg, hogy a segítők alatt azt hittünk, hogy olyan kerekesszékeseknek segíteni, akik nem nagyon tudnak közlekedni, viszont együtt tudnak közlekedni és együtt tudnak mérni, ami nagyon lényeges dolog, mert ahol egy kerekesszékes elgul, akkor ott a többi is elfog. A mi mozgalmunk is erről szól, hogy mindenkinek jó, ha segíthet, hogy ez egy jó dolog, egy érték, és hogy ehhez ugyancsak kell az érintettek közössége, hogy merjen szólni, merjen segítséget kérni, és akkor az önkéntesek, akik amúgy tele vannak pozitív energiákkal, jobban örülnek, mintha csak püffögnek az okmányirodákon a sorálás közben, hogyha helyette csinálhatnak valami pozitívat. Tehát az önkéntes végülis az lenne az ideális, ha minden polgár önkéntes lenne. Budapesten egyébként a belváros már elég jól járható kerekesszékkel is. Tudom meg Dobai Tibor térképésztől, aki az Oscar díjra jelölt Tiszta szívvel című film főszereplőjével, Fenyvesi Zoltánnal indult egy rövid mustrára. És mit ad Isten, 5 perc alatt már is egy friss építési területre bukkantunk. A város folyamatosan változásban van, úgyhogy az a helyzet állt elő, hogy itt például nem tudunk tovább menni, mert mind a két oldali járda fel van bontva. Ez eddig nem szerepelt a térképen, mert ez egy ideiglenes felbontás. Szerintem azt a simán nem tudom akadályt vigyünk fel. Jó. Kényelmetlen vagy járhatatlan? Hát ez szerintem totálisan járhatatlan. Tehát amikor nem voltak applikációk, akkor ugye mindig az mellett, hogy vagy ugye a számítógépen próbáltad ezeket kinézni, vagy tényleg ugye rászámoltál már 2-3 órákat arra, hogy na akkor most hogyan közlekedjek. Tényleg azok vagyok, hogy most otthonról csak megnézem, kiszámolja nekem, hogy ez az akadálymentes járat ekkor indul, ez akkor. Az is jó, hogy én ezeket be tudom jelölni. Tehát tényleg az, hogy bárki bármikor, ha használja ezt az applikációt, tudja őket jelölni, és tényleg valós információt meg tud adni, ez szerintem mindannyiunknak egy nagy segítség tud lenni. Ideiglenes, rövid távú? Szerintem rövid távú. Ezt már mondjuk nem mindentjük. Talán nem állandó. És akkor csinálok egy képet is. Várjál. Felkerült egy piros felkiáltójel, ez, hogyha valaki erre útvonalat fog tervezni, az nem fog tudni itt elmenni. Én mindenképpen támogatom, szerintem nagyon fontos, és tényleg én is, amikor közlekedem napi szinten a városban, akkor igyekszem azt, hogy megállok egy percre, látok egy olyan helyet, hogy fú, ez mondjuk meg nincsen, és tényleg jelölöm.
Idén a Mikulás lecserélte a szánnyát. A Root for You csapata tavaly egy rendhagyó civil akciót is a fejébe vett. Azt kérték az emberektől, hogy segítsenek a Mikulásnak azzal, hogy feljegyzik, melyik épület előtt nincs, és melyik épület előtt van lépcső, vagyis nem akadálymentes. A Mikulásos kampánynak az volt a sztoria, hogy a Mikulást el kellett juttatni Lapföldről Budapestre, és minden bejárat, amit minősítettek az emberek, tehát hogy van lépcső vagy nincs lépcső, az egy kilométert jelentett, és végén 3000 néhány száz helyről jött be akadálymentességi info. Akkor úgy néz ki, hogy az emberek kaphatók arra, hogy egy ügy érdekében használják a mobiljukat és a szemüket. Hogyha az ember rá van arra állva, és ez a mi feladatunk tulajdonképpen, hogy ezt a köztudatba bejuttassuk, akkor ez tényleg egy gombnyomás, ez semmi. És a közösségnek pedig nagyon nagy segítség, mert tudja, hogy hova mehet el szórakozni. Az információ az a legfontosabb. Hogyha van info, és tudják az emberek, hogy hova tudnak elmenni, és ott szórakozni, pénzt költeni, stb., akkor azzal már sokkal előrébb vagyunk.